A nevem Timea Anovaci, és én Svájcból jövök. Aliasu Jászer vagyok, Palesztinából jöttem. Szató Juki vagyok, Japánból jöttem. Csikász Judit vagyok, Kanadából. Ola Ilona vagyok, Oroszországból jöttem. I am Basil Al-Salaman, and I come from Syria. A világ minden tájáról érkeztek diákok a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi Intézetének 2017-es nyári egyetemére. Az egy hónapos képzés során a résztvevők célja közös volt, megtanulni magyarul. Vannak a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programmal érkezett diákok, ők azok, akik magyarországi egyetemeken folytatják a tanulmányaikat szeptembertől. Itt vannak a diaszpórából érkezett diákok, és vannak még olyanok, akik egyszerűen csak nagyon elszántak, és befizetnek a nyári egyetemünkre, és úgy döntenek, hogy részt vesznek a programokon is, és nagyon intenzíven, nagyon jól megtanulnak 4 hét alatt magyarul. Az édesapukám magyar, és akkor vele szeretném tartani a kapcsolatot. Megnyertem ösztöndíjat 2016-ban, a jövő szeptemberben. Fogok folytatni a tanulmányaimat, és orvos lesz belőlem. Családom Magyarországból jön, a nagypapám csinálta a forradalomat, és hát a magyar kultúra a mi családunkban nagyon fontos, és fontos volt nekem, hogy ide jövök, és jobban ismerem a magyar kultúrát és a magyar nyelvet. Minden évben a magyar tanárok Japánba jönnek és tanítanak. Először nemzetközi néptáncot tanultam, de legjobban tetszett a magyar néptánc nekem. Például szerettem. Én mindig kíváncsi voltam az eredeti magyar életre, meg a mai Budapestre. Otthon magyarul beszéltünk, de ez a kíváncsiság mindig megmaradt bennem, és mindig akartam tudni többet a magyar történelemről, irodalomról, meg kultúráról. And I'm studying here master degree in the frame of the Stipendium Hungaricum Scholarship, which I was awarded, and I really respect the country, and the best way to show your respect is to learn the language, I think. Az órákon megpróbálunk mind a nyelvtanra, mind a kommunikációra hangsúlyt fektetni, és arra is, hogy ne csak egy szokványos tanár-diák kapcsolat alakuljon ki, hanem a diákok között is létrejön kapcsolat és kommunikáció, ezért sok pármunkát, csoportmunkát alkalmazunk. So the grammar is really hard, but the words and nagyon segített nekem, amikor a magyar emberrel beszélgetem. Helyesen mondtam. Amit nagyon tetszett nekem, voltak a múzeumok. A Zweig Múzeum nagyon érdekes volt. A magyar tánc biztos. Ma táncoltunk, és tökéletes volt. Meg Szabadság hídon voltunk, és akkor ott is tartottunk egy ilyen táncos előadást, és az legjobb volt, mert pont olyankor jöttünk, amikor ilyen vihar volt. The most interesting one, the hospital. Although it brought a lot of bad memories from Syria, because I saw almost everything for real. But yeah, it was so interesting to see that. Kedvenc programom nem volt, inkább az, hogy a szobatársaimmal csak magyarul beszélek, és hogy tényleg minden nap együtt vagyunk itt. We live as a one family, a literally one family, doing everything together, eating together, going out together. Yeah. So at the end of this program, I think we will have a second family. For me, it was really social more than it was like learning a language. Tehát aki belekóstol a magyar kultúrába, elkezdi tanulni a magyar nyelvet, elkezd érzelmileg valamilyen módon kötődni hozzánk. Nem véletlenül fektet szinte minden országgal a nyelvének az oktatására nagyon-nagyon nagy hangsúlyt. Nagyon szeretem Magyarországot. Mindig történik valami, mindig van valami jó, ahova érdemes elmenni. Magyar vagyok, de külföldön élek, és az nekem nagyon fontos, hogy az a kultúra és továbbra tudom adni a gyerekeknek, majd, hogyha lesz. Azt reméljük, hogy ha hazamennek, akkor nem csak tudományos és kulturális kapcsolatokat tartanak fenn majd a megismert magyar barátaikkal, kollégáikkal, hanem bizony, ha döntéshozóként olyan helyzetbe kerülnek, akkor számunkra kedvezően fognak dönteni. Tehát azt látjuk, hogy
olyan hosszú távú befektetésről van szó, ami egészen biztosan megtérül. A legfontosabb dolog, hogy most tartjuk a kapcsolatot az édesapámmal, mert az előbb nem volt ilyen lehetőség, mert az apukám nem beszél se oroszul, se angolul, úgyhogy csak magyarul, de most köszönhető Balassi Intézetnek, most már beszélek magyarul.